Szevasztok, szevasztok, újra itt vagyok, ez pedig a minden, amit teszt. Mai műsorban Korgon 10%-os sört fogok nektek letesztelni. Én nagyon kedves kollégámtól kaptam a sört tesztelésre, köszönöm szépen. Kezdjük akkor egy kis szokásos módon dobozelemzéssel, kérem szépen. Ezüst színű alapokon, hát ilyen kis bunyeszlik, vagy valami kis három szőek vannak, sötétebb színnel. Tessék, nézzétek meg. Most tök jól látni. És ugye fönn piros színűre van festve a doboznak a teteje, és amíg van, hogy 50 ml ajándékban, azaz ez nem 500 ml fél literes a doboznak a űrtartalma, hanem 5,5 dl. Köszönjük szépen a szlovák sörfőzőknek, vagy szlovák helynek, kednek, teljesen mindegy. Ugye lehessen, hogy 550 ml, tessék, nézzétek meg, ott fönn. Szépen. Alatta a Korgon logó, ami egy ilyen, hát egy középkori pajzshoz hasonlít, és rájön, hogy anno 1896, azaz 1896 óta főzik ezt a produktumot. Fönn egy, hát talán mi ez, mintha Atlas lenne a görög mitológiából, aki a fején tart valamit, minden eset egy félmeztelen fószer, aki nem tudja, hogyha ókori görögországú pottyart ide. És nézzétek meg, tök jó, korrekt minden. Alatt a Korgon 10% szerezanyagtartalommal rendelkezik, és alul is rámlő, hogy anno 1896 Korgon, és maga a pajzs viszont piros színű. Nézzétek meg, és ott van, hogy anno az elnézést, hogy kicsit szipogok néha, kicsit megfáztam. A doboz hátulján szintén ugyanez a felirat található. Viszont, mivel Szlovákiából hozták ezt a sört, ezért semmilyen nemű magyar feliratot nem tartalmaz. Ezért hát elmarad az összetétele, de nagyon gyanítom, hogy csak komló, maláta és víz található benne, sőt 99%. Annyit kitok belőle benne, hogy 3,9%-os alkoholtartalma. A cseh helyneken gyártja ezt a sört. 100 ml tartalma, 146 kilózsút, azaz 35 kalóriát. Ennyi. Semmi extra a dobozra, átlagos, nem is túl figyelemfelkeltő, nem is túl lapos. Egy sör normális, nem kell neki nagy figyelemfelkeltés és hírnév. És ezt a igazi Zlatyi Bazántos szlovák pohárba fogom elfogyasztani ezt a sört. Akkor bontsuk ki. Illatra tök olyan élesztős, kellemes sörillata van, kérem szépen manapság, mert ez is meglepetésnek számít a magyar nagyüzemi sörök után. Ez van. Nagyon finom, inkább malátás, ilyen kenyeres, élesztős illata van. Nekem bejön ez a fajta stílus. Nagyon jó. Töltsük ki a pohárba. Na, szép sörszíne van. Nagyon szép színe van. Jó szélsavas a produktum. Normál, átlagos sörszíne van. Nagyon-nagyon szélsavas. Nézzétek meg, hogy megtapadnak a bubika pohárnak az alján, és elementális erővel szabadult fel a dobozból a szénsav. Szépen táplálja a habot. Nem túl tömör a hab, közepes és nagyobb lyukú. Viszonylag szép fehér színe van. A sör is átlagos, szép sörszíne van. Ideig teljesen korrekt a sör. Minden tekintetben habot azért szépen táplálja, nem túl gyorsan apad, viszont nem is vastag paplanos a habja, a szénsavasság az viszont átlagon felüli. Így néz ki a pohárba, az tök jó. Kóstoljuk meg. Így van, nagyon jó kenyeres, élesztős, malátás illata van nekem, bejön, mint ahogy említettem. Hát akkor egészségetekre. Ízre, kicsit átcsap a kesernyésbe, a komló jobban dominál, mint a maláta ízre, érez ezt a finom élesztős ízt mellette. Szerintem egy nagyon jó ivó sör sikerült létrehozni a helynek, ennek a Korgon 10%-os márkával. Nekem bejön ízre is, illatra is,
szírre is. A hab az már ugyebár eltűnt, az már a habokban van. Ezt az egyet tudnám neki felrúlni, nagyon hamar elment a hab, viszont nézzétek meg! A szénsavasság is tova veszett belőle. Ez viszont ilyen téren jó, hogy a szénsavasság az úgy elment a habbal együtt, nem olyan szénsavas, mint mikor kiöntöttem. És így van, kicsit komlós, jobban el van tolva a komló felé, kesernyésebb, érezni egy kis ezt a nagyon finom élesztő ízt, ami hát szlovák sörökre eléggé jellemző, de viszont nekem ez az íz kultúra, ha lehet így nevezni, ez nekem bejön. Egy nagyon korrekt, hozzá kell tenni, hogy átszámolva szemtelenül olcsó a magyar nagyüzemi sörökhöz képest, és ez is nagyüzemi. A 130 forint körül, mert mikor én ezt kaptam ajándékba kedves kollégától átszámolva, hogy is mondjam, ez a söré, ez nem pénz, ez igen csak kiváló ár értékaránya rendelkezik ez a Corvon 10%-os sör. Ha esetleg be tudtok ilyet szerezni Szlovákiába, ne habozzatok, nyugodtan tegyetek bele egy tárcával a kosárba, nem fogjátok megbánni. Bitang jó ár, nagyon finom sör, kerti partikhoz, közös hivászathoz, bulihoz, szerintem első rangú. Ez a sör el lett kifejlesztve, és ez tökéletesen hozza, kérem szépen. Ezzel az ízvilággal, a megjelenéssel, most már a szénsavasság is nagyon jó, illatával, mindennel. Én szemben egy igazi number one ivós sört ismerhettünk meg a személyében. Egészségetekre! Így van. Nagyon korrekt. Öntsük rá többit és nézzük meg, hogy mi lesz. Így van. Mindjárt mutattam közelebbről, kedves nézőim. Hopp, elfogyott sajnos. Nézzétek meg, az a nagy szénsavasság nem jelent az elején, mikor kipattintottam a dobozetét és kitöltöttem. Átlagosan szénsavas most már. Nagyon szép ugyanúgy szírre, a hab közepes és nagy lyukból áll, nem túl összetartó, nem paplanos, nem vastag, hát viszonylag gyorsan elapad. Ezt az egyetlen egy apró hibát találtam a sörbe, ha ezt lehet egyáltalán hibának nevezni. Ugye semmi sem tökéletes, tökéletes sör sincsen, csak tökéleteshez közeli, úgy, ahogy más produktumoknál sincsen tökéletes, csak ahhoz közeli, kérem szépen. Ez árérték arányba szinte tökéletes. Egészségetekre! Van benne valami vendég, azt néztem az előbb, kedves nézem, hogy egy bogár mászott volna be, úgy látszik, nem csak nekem ízlik. Megnézik, nincs benne pajtás. De szerencsére nincs, azért nem osztom meg akárkivel a drága produktomat, kérem szépen. Úgyhogy ez volt a mai adás, a Corgon 10%-os, 10% száraz anyagtartalmú sörnek a bemutatója. Ha tetszett az adás, iratkozzatok fel a csatornámra, köszi szépen, osszátok, nézzétek a műsoraimat. Nagyon szépen köszönöm. Legközebb újra jövök, szevasztok, szevasztok, legközebb újra jövök. Ezt most kicsit elrontottam, gyerekek, de hát ilyennek is kell lennie. Úgyhogy még egyszer, szevasztok, szevasztok, legközelebb újra jövök.